Faragó Tibor magyar kanizsai termelő 20 holdon vetett kenyérgabonát, és egyáltalán nem mindegy neki, milyen lesz a termés. Mindig is megadta a növényeknek a kellő mennyiségű műtrágyát, a talajelemzést azonban nagyon jónak tartja, és él is az önkormányzat nyújtotta ingyenes lehetőséggel. Az egy hónapos késéssel novemberben elvetett búzája szépen fejlődik, de trágyázás előtt mindenképpen szeretné megtudni a nitrogén elemzés eredményeit. Ez annyiban jelentős, hogy ugye elvégzik a talajelemzést, akkor körülbelül tudjuk, hogy mennyi nitrogént szórjunk ki a buzákra, mert volt már rá példa, hogy túl nitrogén mennyiséget használtunk, és akkor megdőltek a buzák, így ebben ezt ki lehet küszöbölni. A nitrogéntartalom elemzését most először fizeti a községi önkormányzat. Az analízist az Entei Mezőgazdasági Szakszolgálat végzi a kérelmek beérkezésének sorrendjében. A szakszolgálat egy specifikus módszerrel meg tudja állapítani azt, hogy mekkora a könnyen hozzáférhető nitrogén tartalék a földben az őszi kalászosok esetében, és hogy mennyi nitrogéntartalmi műtrágyát kell, és milyen formában alkalmazni a tavaszi fejtrágyázáshoz ezeknél az őszi vetéseknél. Az önkormányzat mezőgazdasági szakszolgálata szerint a 600-700 MPK analízis alapján vélhetően a 300 nitrogén analízis iránt is kellő érdeklődés nyilvánul meg. Az igényléseket január 18-tól március 25-ig fogadja az Entei Mezőgazdasági Szakszolgálat.